Kérem, begeletanuló, fáradjon be! Mit kíván? Begele-begele vagyok. Tekintetes igazgatóság, mint ennek az iskolának volt növendéke. Van szerencsém tisztelettel visszakérni az iskola pénzeket, amikkel én ezelőtt 18 esztendővel tandíjanát befizetem. Micsoda kérem? Visszakéri a tandíjat? Igenis! Visszakérem a tandíjakat. Minél alapon? Azzal az alapon, hogy engem rosszul tanítottak. Nekem kérem szépen, bizonyítvány adtak, hogy én tudtam valamit. És kiderült, hogy én nem tudtam semmit. Ezért árulok banánt. Na de skandalom, kérem, nem értem. A Visszakérem az iskolapénz című darabból láttunk bevezető részletet. Itt ül mellettem a főszereplő, Onyx Lán, Nigériából származik. Hogy kaptad a szerepet, vagy hogy jöttél össze a rendezővel, vagy a Fészek Művészklubbal? Igen, van egy barátom, aki ő a producer, és ő a barát, ő a Laci barátja. És csináltam zenet, tehát úgy csináltunk egy zene, és Elfly a neve. Közben beszélgettük, hogy a zene mellett mit csinálom, vagy valamilyen. Mondtam neki, hogy a színész vagyok, mert én is színész voltam, amikor Nigériában voltam, és azt mondta, hoppá, ismerem egy rendező úr, és ő, tehát rövidebb, ő bemutatta minket, és tehát így bejöttem ezen a színházba, találkoztam a Laci, Chris Lacival, és akkor így kezdtük az egész, hogy kaptam ez a lehetőség, hogy hát egy főszereplő, és akkor hát szerintem egyszer vagy kétszer már csináltunk itt. De ez kezdett ez az egész történet. Tessék nekem visszaadni az iskolapénzt, mert én nem tudok semmit! És ha nem kapom itt meg az igazságomat, felmegyek a minisztériumban és bepelelem a mindenséget, az a keserves micsodáját, hogy az embernek kilopják a zsebéből a pénzt, és nem tanítsák semmire. Most még itt állok, vén szomál léternek, és banán árulok a körülöttük, pedig iskolában jártam! Pedig ez őrület! Kedves Begele, nyugodjon meg! Majd bízol rám az ügyet, kivizsgálom, és addig tessék várakozni. Mondja, igazgató úr, maga hülyenek néz engem? Hát, dehogy is, kedves Begele! Mert én alig innen nem mozdulok, míg nekem ezt el nem intézik. Tessék engem kikérdezni, és megmondani, mit tudok. Tessék behívni a tanár urakat, hogy vizsgáljanak meg! Nagyon jól ki lett találva ez a karakter is neked, de hát láttam már Krisz Lászlótól olyan dolgokat, hogy nagyon jó ki tudja találni a karaktereket, hogy valamiért nagyon passzolnak. Ez szórakoztató neked is ez a szerep? Nekem nagyon szeretem, mert Krisz Laci találta ki, hogy ő is tudja, hogy milyen ember vagyok, és akkor azért adta ilyen... Igen, tehát hogy talált hasonlóságokat a karakterbe, és akkor ezért megcsinálta. Igen, igen, így van, így van. Van egy dolog, ami látom az egész dolog, hogy nem nagyon beszélek magyarul. A másik, hogy milyen a karakter, tehát azért adta nekem a Krisz Laci. Azért hittem a kollégákat, miszerint egy rendkívül kényes ügyet terjesszek a tantestület elé. Tessék elfoglalni. Megjelent nálam a Begere nevű volt tanulója az iskolának, aki a tanügyi szabályzatban előrem forduló, eddig páratlan esetet jelentett azon kérelemmel, miszerint ez az ember visszakéri az iskolapénzt. Mi? Azon megokolással, hogy nem tud semmit. A tanár kollégák véleményétől hajtanám meghallgatni erre nézve. Tisztelt konferencia!
Mi reménye szerint nem veszítünk vele semmit, ha Begele volt tanulót pótvizsgára bocsátjuk. Lehetetlennek tartom, hogy megbukjék, és ezzel minket anyagi komplikációk elé állítson. Az illető azóta nyilván sok mindent megtanult az életiskolájában. Csak arra kell vigyáznunk, hogy ne terheljük őt meg túl nehéz kérdésekkel. Úgy látom, itt egy rendkívül fifikás emberrel állunk szemben. Mert ha Begele úr valamire nem tud válaszolni, akkor mi buktunk meg, és ő nyert. Ezt mindenáron lehetetlené kell tenni. Tartsunk össze, kollégák, nehogy országos tanügyi botrány keletkezzen ebből a rendkívül kínos esetből. Akármit felel is a Begele úr, be kell bizonyítanunk, hogy jól felel. Igen. Másik, amit szeretném mondani, hogy bármilyen részt lehet adni nekem, mert megcsinálom, mert én színész vagyok, ezt tanultam, és akkor tudok megcsinálni. Igen, egy másik egy fontos szakmai kérdés, hogy az európai nők vagy az afrikai nők tetszenek-e jobban? Nem csak hülyeskedek különben, de azért válaszolhat. Igen, hogy melyik tetszik jobban? Afrikaiak vagy fehérek? De csak hülyeségnek szántam a kérdés, de azért nem. Mégis. Én minden kettő szerettem. Azért, mert az európai nőknek van más, hogy mondjam, tehát külön-külön van ami nem lehet hasonlítani. Tehát más, ez más, az más. De mindegyik nő, ami csodálatos, ami Isten. Tehát Istentől nagyon, hát ez nekünk, az életünk, tehát nagyon fontos. Azért nekem nincsen, hogy ami jobban szeretem. Lát, minden kettő, úgy tudok mondani. Kérem, küldje be a Begele tanulót! Igenis, igazgató. Kérem, a Begele tanuló fáradjon be! Tisztelt tanár urak! Szervusztok, szervusztok! Csak hihetek le, taknyosok! Nagyon kíváncsi vagyok, ki lehet belőlem elkapni egy értelmes feleletet? A vizsgátát ezennel megnyitom. Első tárgy, történelem. Parancsoljon helyet foglalni. A fenéket én fogok helyet foglalni. Jön előbe érzem, mint maga. Ilyen nagyon kitűnő. Begele tanuló azt akarja közölni, hogy hajlandó a fárasztó nehéz vizsgát egyenesen állva csípőretett kezekkel kiállni, megkímélendő bennünket attól, hogy később tornából is le kelljen vizsgáztatnunk. Indítványozom tehát, hogy tornából jeles minősítéssel engedjük át az igazgató úr, mint intézmény tornatanára beleegyezésével természetesen. Igen, közép-afrikai nőket én is ismertem külföldön, tehát őrőlük csak pozitív élményeim vannak. Nem tudom, hogy arab nőket ismersz-e, én őrőlük nagyon nem, tehát ők túl hevesek, vagy veszekedősek, perlekedősek, nem? Honnan jöttem? Nigériába. Nálunk nincs arab. És megmondom őszintén, hogy nem nagyon ismerem őket. Egy dolog van, hogy Észak-Nigéria van a Hausa Fulani, ami kicsit alsó, mint a arab, hát mint a vállás, ami a vallás dolog. De szerintem én nem nagyon ismerem őket. Itt Magyarországon találkoztunk, vagy láttam őket, hogy de amikor Nigériában voltam, vagy amikor gyerekkoromban, nem nagyon ismertem mert nekem ez más. Most mondja meg nekem a vizsgázó úr, hogy meddig tartott a 30 éves háború? Vagyis? Nem tudom! Mit akarom mondani? Nem tudom! Na, nem csak tudom. Tessék felelni! Tudja ön nagyon jól! Akármit, tessék felelni! Na! Igazgató úr, kérem, nem lehet vizsgázni. A magyar tanár mindig zsúr.
A venezuelai nagykövetségen találkoztunk először nemrégiben. Hogy kerültél oda? Nem tudom, mert ugye én hívtalak titeket. Igen, mert szoktunk, hát a Lacival szoktunk járni, vagy menni valami követség, vagy valami ilyen nagy programot. És Laci mondta nekem, hogy oké, kapott valami meghívó lehetőség, hogy megyünk oda, és akkor azért mentem oda vele. És nagyon jó, hogy hát voltunk, és hallottam, láttam valami különleges, ami soha életemben nem is láttam. Nem. Tehát Hugo Chávez, én más láttam. De utána, amikor voltunk, most már látom, hogy valami más van. Nem olyan, amit gondoltam régi. Igen, ugye egy nagy nemzeti hősről van szó, Venezuela nagy nemzeti hősről, akit a venezuelai nép nagyon szeretett és megválasztott vezetőjének többször is. Nem csak a színész vagyok, tehát zenész vagyok is, ami rengeteg zenét csináltam, vagy valakivel, vagy én egyedül, nem csak Magyarországon, például olasz, német, Szlovákia, Írország. Vannak a producerek, vagy zenész, vagy valami, vagy DJ kint, és vagy itt Magyarországon, és azt mondják, hogy Onyx. Hallottam a hangot, és nagyon szerettem, és akkor ez a zene szeretnék csinálni, és akkor te leszel, aki rappelni fog benne, vagy énekelni, plusz. És ilyen, nagyon rengeteg ilyen csináltam, és itt van kettő vagy három a producerek, akik a barátom. Szoktam járni a stúdiójukat, és akkor csinálni zene, vagy valamilyen, rengeteg. És akkor klubzene, vagy valamilyen zene csináltam. Régi jártam a klubba fellépni. Tehát a zene életem is van. Mint a színész. A színész az egyik, a zene az is más. Például most készülök egy ilyen új dalom. Az Onyxnál az eredeti neved, a születési neved, vagy valahogy európai nyelv számára érthetőbbé van változtatva, vagy művész? Tehát Unia Lari Vagyu Idu a nevem. Ezt nem mondanák ki. Valami Onyx a nagyapám neve. Tehát neki is van több neve. Például van Agyagyá, van Fakoidé, de az Onyx tőle hoztam. Tehát amikor szeretnék itt Magyarországon neve adni, mint a zenész vagy színész, és akkor találtam ki, hogy a Larry Vagyu Idó nagyon hosszú. És volt nagyon sok helyzet, helyek, amikor magyar barátaim nem is tudtak, mit lehet mondani, csak van, aki mondta, hogy James Bond a neve. De elkezdtem mondani, hogy tehát, hogyha kérdezte valaki, hogy mi a neve, és akkor elkezdtem mondani, hogy a Larry Vagyu, ja, hosszú, csak mondjuk James Bond. Én mondom, jó, akkor igen, így. De utána találtam, hogy mint a zenész és a színész, akkor muszáj nekem találnom valami nagyon rövid neve, amit tudok használni, amit könnyebb lehet mondani. És akkor azért használtam a nagyapám neve, és a Larry Vagyuból vágtam a lán. Mert ez ilyen rövidebb, de középen van lán. És akkor azért használtam, hogy Onyx lán. És a többie, akkor adjuk a hatóságnak, hogy használni. Vagy attól, de ha a színész világban, vagy valamilyen, akkor Onyx lán. Csak úgy azért használom. Aha, de jó hangzik az Onyx lán, és meg az eredeti is, csak ugye ezt itt nem tudná kimondani senki, de az is jó hangzik egyébként. Hát igen, ez a Yoruba neve. Van jelentés. A Larry Vagyu azt jelent, hogy
a gazdaságomat tovább, tehát sikeresen tovább lesz. Tehát megy. Meddig tartott a 30 éves háború? Ja, azt kérem, 7 méter! Azt mondta, hogy 7 méter! Nagyon helyes! Jól válaszolt! Mi? A válasz helyes volt, ugyanis a jelölt úr bebizonyította, hogy nem felületesen gondolkodik, hanem alapos komolysággal foglalkozott a kérdéssel. A legújabb kutatások szerint ugyanis... Ugyanis a tér és az idő épp úgy valóságos dolog, mint az anyag. Atomokból áll, összefüggő egészet alkot, tehát mérhető hosszmértékkel. Ha egységesítjük a mérésrendszer, kiderül, hogy egy év hosszmértékben egy méternek felel meg. 7 év tehát, 7 méter. És így a 30 éves háború szigorúan véve és alapos megfontolással csak ugyan 7 évig tartott, mert ha tekintetbe vesszük, hogy a napnak a felét, azaz 12 órát le kell számítani ebből az időből, melyben egyáltalán harcról szó lehetett, így a 30 évből csak 15 év marad. Na de hát azt sem töltötték folytonos háborúskodással, mert enni is kellett, ami körülbelül napi 3 órát vett igénybe. Könnyű kiszámítani tehát, hogy a 15 év összezsugorodik 9 és félre, és ha ebből még elveszünk azt az időt, amit pihenéssel és békés foglalkozással töltöttek a harcosok, akkor hajszányi pontosággal, hogy... Kijön a 7 év, vagyis a 7 méter, amivel a vizsgázó úr megjelölte a 30 éves háború időtartamát. A válasz tehát kitűnő, indítványozom, hogy történelemről jeles eredménnyel bocsássuk át! Igen, elég! Történelemből jeles! És most következik a fizika vizsga. Na, megálljatok! Csirkefogók! Na, mi lesz? Tessék kérdezni! Vagy nem tudsz? Nigériában milyennek találtad a nőket, akit ismertél? Ők milyennek? Nagyon engedelmesek a férfiaknak, vagy félénkek, vagy milyennek? A férfiak fönt van, és a nők utána. A keresztények például Pentekosztál olyan, mint a vidám vasanap. Hasonló, ami a vidám vasanap. És most a felesége vagy a nők és a férfi egy szinten vannak. Tehát, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez szinte kell lennek. Tehát ez ilyen új, modern család, vagy férfiak is a nőnek között. Mivel az a apuka a lelkész volt, anglikán. Nem a katolikus, tehát az anglikán az angol fajta, igen, lelkész volt, és már meghalt, de tanultam, testvéreimek tanultunk, hogy lehet szépen, mint a keresztények ember viselkedni. Ezt mindig mondtam a párom, tehát a mostani párom, aki magyar? Magyar, igen. Erdély magyar. Én mindig beszéltünk róla, hogy nagyon mindig köszöntem az apukám, hogy a keresztény lett. Tehát, hogy nem vagyok más, tehát egy keresztény vagyok. Mert tanultam, hogy lehet szépen, hogy lehet békébe viselkedni, vagy ember között, vagy tehát mint ami Bibliában van. A Jézus Krisztus tanította minket, amit csinálni. Én nagyon szép, nagyon szerettem, és nagyon jó, hogy ezt tanítás, vagy valamilyet kaptam, amikor az apukámtól. Tehát ilyen nagyon nagy dolog nekem.